szépen, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai sajtóreggelin. Melyek voltak azok a témák, amelyekkel az elmúlt évben a Magyar Közösség Pártja a szociális ügyek és az egészségügy terén foglalkozott? Elsősorban a régiókból érkező kérések alapján próbáltunk segíteni az embereknek, a szakmaiságot természetesen figyelembe véve, leginkább a készülő törvényeket, törvénytervezeteket, illetve módosító javaslatokat véleményeztünk. Rámutattunk több olyan problémára, amelyek megoldására évek óta várunk, de bizony sok esetben még hajlandóság sem mutatkozott arra a kormány részéről, hogy ezeket a problémákat valóságos módon meg szerették volna oldani, annak ellenére, hogy ezek a problémák általában a lakosság életszínvonalát, illetve életminőségét javíthatták volna. Többször rámutattunk arra, hogy a bérből és fizetésből élő középréteg fokozatosan elszegényedik, amit a szociális tárca, mintha nem akarna észrevenni, ugyancsak az egyre nehezebben élő nyugdíjasok gondjait is figyelmen kívül hagyja, amint a kormányfő által bejelentett szociális csomag is mutatja, a nyugdíjasok támogatását csak 2018-tól tervezik, tehát ebben az évben ezt a problémát szintén jegelik, tehát nem fognak foglalkozni vele. Megmozgattunk minden követ annak érdekében, hogy a 2009 óta elfogadásra és kidolgozásra váló szociális szolgáltatásokról szóló törvény és a finanszírozásokról szóló törvény végre kidolgozásra kerüljön. Annak ellenére, hogy az előző kormány már a múlt kormányzati időszak végére ígérte ennek a törvénynek az elfogadását, a mai napig még csak javaslat formájában működik. És hozzá kell tenni ehhez azt is, hogy azokat a hozzászólásokat, véleményeket, amelyeket mind a megyei önkormányzat részéről, illetve a szociális szolgáltatást nyúlók szövetsége részéről a szaktárca megkapott, mintha nem akarnák figyelembe venni, és elsősorban arra irányulnak ezek a javaslatok, módosító javaslatok, hogy ismételten a megyei és a helyi önkormányzatokat terheljék a finanszírozás megoldásával. Foglalkoztunk a kormány hibás családpolitikájával is, amelynek az az eredménye, hogy ma a 21. században Szlovákiában több mint 90 ezer gyerek él anyagi szükséghelyzetben. A családtámogatási rendszer elavult, nem ösztönzi a fiatalokat a gyermekvállalásra, sok a gyermeküket egyedül nevelő szülő, nőtt az egygyermekes családok száma, ami természetesen a születési mutatókra is hatással van, ami magában foglalja majd természetesen a majdani nyugdíjasok nyugdíjbiztosítását is. Felemeltük hangunkat és szóltunk a Valántai Intézet kapcsán, sürgettünk egy hatékony, ellenőrző mechanizmus rendszer biztosítását, hogy az ehhez hasonló erőszakos cselekmények előfordulását valamilyen mértékben vissza lehessen szorítani. Köztudott ugye, hogy az MKP évek óta a mindennemű erőszak elutasítását preferálja, legyen az a kiskorúak, a nők, az idősek, vagy bárki számára elkövetett erőszak. Ezért is kapcsolódtunk be a családi erőszak áldozatait segítő első magyar nyelvű segélyvonal elindításába is. Ezen kívül szoros kapcsolatot tartunk fönn több civil szervezettel, amelyek magyar nyelven próbálnak segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Mi tesszük továbbra is a dolgunkat, annak ellenére, hogy elképzeléseinket az eddigi tapasztalatok alapján ismét kisajátítják, de nem számít számunkra az a fontos, hogy végső soron segíteni tudjunk mindazoknak, akik ezt elvárják tőlünk, azért vagyunk itt, és bízom benne, hogy az eddig bejelentett pozitív változtatások nem maradnak csupán az ígéretek síkján, hanem megvalósításra is kerülnek. Erre oda fogunk figyelni, és véleményezni fogjuk továbbra is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És